Jó napot, Magyarország! Jó napot, honfitársaim! Ébresztő magyarok! Kedves barátaim! Feltámadott a tenger, a népek tengere! Köszönöm, hogy ilyen rengetegen eljöttetek kiállni egy igazságos, egy független, egy szuverén és egy valóban élhető Magyarországért. Ismételj egy hazugságot elég sokszor, és az emberek azt fogják hinni, hogy az az igazság. Az, ami ma Magyarországon 2024-ben közszolgálatiság néven fut, világbotrány. Tulajdonképpen valószínűleg összefog majd Gyurcsány Ferencet. A szexuális kényszerítés gyanújával indul a nyomozás Magyar Péter legújabb botránya miatt. Magyar Péter egy beteges hazudozó. Péter öngyilkosságot színlelt otthonában. Magyar Péter megint hazudott és megint nem volt. Ebből egyszer és mindenkorra elég volt. Köszönöm a több mint 1000 Tisza-sziget több tízezer tagjának, hogy időt, pénzt és energiát nem sajnálva itt vagytok, és elmondjátok együtt, hogy elég az aljasságból, elég volt a hazugságból, elég volt a propagandából, elfogyott a türelem, eljött a szembenézés órája. Kedves barátaim, a média a negyedik hatalmi ág, ezt mindannyian tudjuk. A hatalmat pedig lehet az emberek és az egész magyar nemzet javára használni, de ahogy látjuk, vissza is lehet vele élni. Hogy lehet az, hogy 1989-ben, június 16-án a Hősök terén még a demokráciáért, a sajtószabadságért és a független Magyarországért harcoló, a szovjet csapatok kivonását követelő Orbán Viktor odáig jutott, hogy az általa felépített propagandagyár ma már a kínai és orosz nyelven is sugározza éjjel-nappal a hazugságot. Hogy lehet az, hogy az évi több mint 140 milliárd forint közpénzből kitartott közmédia olyan távol került a valódi közszolgálatiságtól, mint Makó Jeruzsálemtől? Hogy lehet az, hogy Orbán Viktor kormányzásának 14. évében a Karmelita palotában írt hazugságokon kívül semmi nem hangzik el, hogy nincsenek valódi tájékoztató és oktató műsorok a közmédiában? Miniszterelnök úr, mivel fogja jövő szerdán magyarázni Strasbourgban, az Európai Parlamentben, hogy a 2024. június 9-i Európai Parlamenti választás óta az adófizetői pénzen fenntartott propagandagyárba behívott több száz vendég közül mindössze 7 volt ellenzéki. És ő közülük is mindenki az önök szatellit pártjainak a képviselője volt. Mindannyian tudjuk, hogy mire megy ki a játék. Folyamatos félelemben és bizonytalanságban tartani sok százezer magyar embert, majd bölcs vezetőként tetszelegve elhozni a kreált fenyegetésekre a megoldást. Hogy lehet az, hogy miközben milliárdokat költenek hazug hirdetésekre, a közben szétesik az oktatás, a tanárok ezrei kénytelenek elhagyni a pályájukat, ha el akarják tartani a családjukat? Hogy lehet az, hogy a magyar kórházakban ott vannak a propaganda újságok, de nincs fertőtlenítőszer és nincs WC-papír az egészségügyi intézményeinkben Semmelweis Ignác hazájában? Kedves barátaim! A rogáni, göbbelszi propagandának csak az egyik csápja a közmédiának hazudott propagandagyár. Legalább ilyen fontos szerepe van az aljas hazugságok terjesztésében a TV2-nek, a Hír TV-nek, a Magyar Nemzet című Pravdának, a Mandiner nevű szennylapnak, a Metropolnak, a tönkretett és lezüllesztett vidéki lapoknak,
az Origónak, az újabb a helyes irányba állított Indexnek, a bulvár médiájuknak és a mi pénzükön minden nap folyamatosan hazudó Megafon propagandistáinak is. Itt nem segít a jogászkodás vagy a magyarázkodás. Egy esélyünk van, hogy ezt a velejéi korrupt hatalmat, a nemzeti együtt bűnözés rendszerét megállítsuk, és a következő országgyűlési választáson egyszer és mindenkorra térdre kényszerítsük, ha kiállunk magunkért, összefogunk és békés, de határozott erőt mutatunk el velük szembe, és nem hagyjuk, hogy ezt tovább csinálják. Kérek minden jó érzésű magyar embert, aki egy élhető, szabad és igazságos Magyarországon szeretne élni, hogy csatlakozzon hozzánk, és ne nézze ezeket a televíziókat, ne kattintson ezekre a hírportálokra, ne vegye el az ingyenes propaganda kiadványokat, és csak annyit írjon minél sűrűbben a Facebookon a bejegyzésekhez, hogy stop propaganda. Kérem a több tízezer Tisza tagot, hogy aktivizálják magukat, juttassák el mindenhová az üzeneteinket, az igazság hangját. Jusson el minden magyar emberhez, hogyha a Tisza párt felhatalmazást kap tőletek, akkor leszámolunk a nemzeti együtt bűnözés rendszerével. Felszámoljuk az ipari szintű korrupciót, csatlakozunk az európai ügyészséghez. Segítünk a magukra hagyott vidégieknek, időseknek és fiataloknak. Juttassátok el a hírét, hogy 27-ről 5%-ra csökkentjük az egészséges élelmiszerek áfáját, és hogy hazahozzuk Brüsszelből a magyar embereknek járó legalább 8000 milliárd forintot. Juttassátok el annak hírét, hogy valós bérrendezésre számíthatnak az eddig kisemmizett társadalmi csoportok, és érezhető minimál emelése lehet számítani, ha jön a Tisza párt. Azt is tudnia kell minden magyar embernek, hogy mi a Tiszánál az állami egészségügy fejlesztésért, a szabad és minőségi oktatásért és a tömegközlekedés megmentésén fogunk dolgozni, és közösen veletek együtt meg fogjuk védeni a természeti és az épített örökségünket is. Korábban elképzelhetetlen, hazaáruló mondatok hagyták el a hét elején Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának a száját. Orbán Balázs egyszerre gyalázta meg 1956 csodálatos emlékét, rugott bele a több száz kivégzett, több ezer bebörtönzött és megkínzott szabadságharcosba és a családjukba, de kormányzati szintre emelte a hazaárulást is. Én most esküszöm. Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek veletek a veszedelemben. Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem. Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom. Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet. Esküszöm. Azt kérem végezetül tőletek, hogy ne féljetek és legyetek büszkék. Húzzuk ki magunkat, álljunk fel, fogjuk meg egymás kezét, és fogadjuk meg itt és szerte az országban, és mindenhol, ahol magyar ember él, hogy bármit is tesz ez a romlott hatalom, bármeddig is tart ki az aljas propagandájuk, mi akkor is együtt, lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat, és közösen építünk egy békés, igazságos, szerethető
és élhető Magyarországot! Engedjétek meg, hogy itt szimbolikusan, nem az épületben, de egy televízióban felolvassam nektek a 16 pontos követelésünket. Egy, követeljük az évi 140 milliárd forint közpénzből kitartott propagandagyár megszüntetését és a valódi közszolgálati média visszaállítását. Kettő, követeljük a közmédia hírhamisító vezérigazgatójának, Pap Dánielnek és az összes propagandistának az azonnali menesztését. Három, követeljük a közmédiában uralkodó totális kormányzati cenzúra és befolyás eltörlését. Négy, elvárjuk a közmédia költségvetésének racionalizálását és a közpénzek pazarlásának azonnali megszüntetését. Öt, követeljük, hogy állítsák vissza az önálló, független magyar távirati irodát. 6. Követeljük a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bábjainak, vezetőinek menesztését és az új vezetők szakmai alapon történő kiválasztását. Elvárjuk a közmédia feletti paritásos politikai felügyelet visszaállítását. 8. Követeljük, hogy a pártok képviselői a legutolsó országos választáson elért eredményeik arányában azonos feltételekkel kapjanak meghívást a közmédia adásaiba. 9. Szüntessék meg a közmédiában elterjedt gyakorlatot, miszerint listázzák és letiltják a politikailag, világnézetileg másképpen gondolkodókat. 10. Követeljük a Propaganda Minisztérium megszüntetését és a kormányzati propaganda finanszírozásának azonnali leállítását. 11. Követeljük a sajtó helyreigazítására vonatkozó jogszabályok módosítását és azt, hogy legyen valós következménye annak, ha egy sajtóorgánum rendszeresen hazudik, és ezért a bíróságok visszatérően helyreigazításra kötelezik. 12. Szüntessék be a valódi hírek helyett csak propagandát közvetítő orosz és kínai hírműsorokat és a sportműsorok között sugárzott Hírek egy percben című műsort. 13. A közmédia állítsa vissza az általa korábban megszüntetett regionális stúdiókat a Budapesten kívüli polgárok tájékoztatása érdekében. 14. Követeljük a Karmelita palotától független hírszerkesztést. 15. Követeljük a sokszínű kultúra minden területének bemutatását, ideológiától és politikai hovatartozástól függetlenül. És végül 16. Függetlenséget, tiszteletet, korrektséget, szakmaiságot, igényességet, valódi közmédiát, valódi tájékoztatást. A hír szent, a vélemény szabad. Építsünk közösen egy modern, demokratikus, békés, európai Magyarországot. A haza minden előtt. Regisztrálj még ma!